spórolni kell, nem sarcolni, aláírásokat gyűjt az ingatlanadó ellen az MSZP. Már csak tranzitország hazánk, díj a magyar nyelvű orvosképzésért. Versek és torta is volt, ünnepelték a szép kurvák Bonyhádon. Szinte mindent kipróbáltak, gimnazista diákok jártak a Pannon televízióban. Köszöntöm a Pannon televízió nézőit, híradónkat látják. Legyen 65 négyzetméter az ingatlanadó alsó határa, csak az e fölötti területre lehessen adót kivetni, javasolja a pécsi MSZP. Az ügyben aláírásgyűjtésbe kezdenek a városban. Szerintük a pécsi cégek működésén lehet annyit spórolni, ami fedezi a kiesett adót. Aláírásgyűjtésbe kezdenek a pécsi szocialisták. A helyi ingatlanadót korlátozná a párt. Azt szeretnénk elérni, hogy ahogy korábban is volt, 65 négyzetméter alatt ne legyen ingatlanadó Pécsen, tehát töröljük el az ingatlanadót 65 négyzetméter alatt. Ez vonatkozik a 65 négyzetméternél kisebb ingatlanokra, ugye lakóingatlanokra, és vonatkozik azokra is, amik nagyobbak, ott 65 négyzetméterig adómentesek legyenek. Egészen nyár végéig gyűjtik majd azok aláírását, akik egyetértenek a javaslattal. Ősszel nyújtja be a szignókat és a módosítást az MSZP frakció a pécsi közgyűlésnek. Smuk Roland azt mondja, már azt is tudják, mivel pótolhatják a kieső bevételt. Éves szinten 250 millió forint osztalékot fizethetne a Tettye forrásház. Ez nyilván a legnagyobb forrás, ami már majdnem a teljes ingatlanadó bevételt fedezhetni. Továbbá megszüntetnénk a tanácsadói szerződéseket, amelyeket kikértünk, és azt tapasztaltuk, hogy 2 év alatt 200 millió forint ment el. A városi cégeknél is nagy a pazarlás a szocialisták szerint. Így a Média Központ és a Pécsi Sport Kft. Esetében csökkentenék a városi támogatást. Ésszerűsítenék a holding működését is, illetve megszüntetnék a városi patrónus Kft.-t, ami az MSZP szerint haszontalan. Így legalább 5-600 millió forintot spórolna Pécs, míg az ingatlanadó korlátozása miatt csak 3-400 millióval csökkenne a város bevétele. Smuk Roland szerint az ingatlan tulajdonosoknál maradó pénzt fogyasztásra fordítják majd, ezzel pedig Pécs gazdaságát élénkítik. Bándi Kata meggyilkolása után országos hírű lett a pécsi Magtár utcában álló romos ház, ahol a feltételezett gyilkos megszállt, írja az index.hu. A bűnügyet először a Jobbik kötötte össze az önkényes lakásfoglalás jelenségével. A pécsi város vezetés még a nyáron nekiállt előkészíteni egy új, szigorúbb szabályozást, amely keményebb fellépést tesz lehetségesé a lakásfoglalókkal szemben. A változások január 1-én léptek hatályba. Az önkormányzat illetékese azt mondta a lapnak, hogy a ház egyik szárnyát teljesen kiürítették és lefalaszták. Eddig 3 család költözött el, ebből 2 jogszerű bérlő, ők kaptak másik elhelyezést. Az egyik család gyerekei önkényes lakásfoglalók voltak, ők a szülők távozásával önként távoztak. Jelenleg már csak 7 család él a házban, akik ügyében bírósági végzés született, ennek értelmében kiköltöztethetők, így az épületet akár már tavasszal lebonthatják. Március 1-től nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a kormányablakoknál, illetve a bevándorlási és állampolgársági hivatalnál is. Az állampolgársági esküt továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni. Az országgyűlés 2012. decemberében fogadta el azt a törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a személy- és lakcím nyilvántartási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Bátori díjat kapott a pécsi orvosi kar dékánja, a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzésben végzett munkáját jutalmazták. Misete Attila azt mondja, korábban a határon túl végzettek nagy számban jöttek át dolgozni hazánkba, ma már nekik is Nyugat-Európa a cél. Ezt az oklevelet és plakettet kapta a pécsi orvosi kar dékánja. Misete Attila szerint a Bátori díjjal az egész oktatási intézmény munkáját ismerték el. A pécsi oldalon, ahol több mint 240 marosvásárhelyi diákot fogadtunk az évek alatt részképzésre, mind a marosvásárhelyi oldalon, hiszen több mint 60 tanárunk utazott ki, hosszabb, rövidebb kurzusokat tartani. A kitüntetést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Szakbizottsága adományozta. Az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés erősítéséért érdemelte ki a Bátori díjat a dékán.
Mésete Attila elmondta azt is, hogy korábban a Marosvásárhelyen végzett orvosok egész év folyamán jött hazánkba dolgozni. A szakorvos vizsga Bukarestben kizárólag román nyelven volt letehető, tehát a kollégák már csak emiatt is nagy számban költöztek át Magyarországra. Az a fajta vonzerő, ami talán 10-15 éve tekintetben megvolt, jelentősen csökkent. Ma már csak tranzitország hazánk a romániai orvos elvándorlásban. Nem pótolják a tőlünk távozó doktorokat. Az igazi cél nekik is Nyugat-Európa. A déken szerint ez ugyan olyan mértékű folyamat Romániában, mint Magyarországon. Az adatok szerint hazánkból évente 1100 orvos megy külföldre dolgozni, még a magyar egyetemeken csak 7-800 fiatal végez. Vagyis több orvos hagyja el hazánkat, mint ahányan végeznek. Ezt akadályozná meg a déken szerint a mostanában sokat támadott úgynevezett röghöz kötés bevezetése. Február 22-ig lehetett pályázni állami trafikok nyitására. A feltételek között szerepelt például tartós munkanélküli alkalmazása, amelyért többletpontok jártak. Sajtóértesülés szerint több mint 15 ezeren pályáztak a mindössze 7000 dohánybolt nyitására. A központi, megyei és fővárosi területeken 4-5-szörös vagy annál nagyobb volt a túljelentkezés. Naponta körülbelül 100-an próbálják eladni fölöslegessé vált könyveiket az egyik pécsi antikváriumban. Az utóbbi időben egyre többen próbálnak így pénzhez jutni, írja a pecsiujsag.hu. A könyvárosok szerint egyre több középosztálybeli viszi könyveit az antikváriumokba. Szerintük megélhetési problémák állhatnak a háttérben. A piacon jelenleg túl kínálat van a szakkönyvek, azonban jól fogynak. Legtöbben a szép irodalmi és mesekönyveket, illetve az ezotériával foglalkozó köteteket viszik. Fennállásának első évfordulóját ünnepelte kedden a Bonyhádi Gondviselés Időskorúak Otthona. A szépkorúak és gondozóik műsort is adtak egymásnak. Az intézményben jelenleg 44 ellátottról gondoskodnak a szakemberek. Azt kívánom mindannyiuknak, hogy kellő egészségük legyen, még ha ez fogyatkozó is, de derüljük és hitük ahhoz, hogy az életünket és a mindennapjainkat emelt fővel tehessük és vihessük. Ezekkel a kedves szavakkal köszöntötte Tóth Andrea, a Bonyhádi Gondviselés Időskorúak Otthonának vezetője a Szépkorúakat az intézmény fennállásának első évfordulója alkalmából. A jeles napon a gondozók és a lakók is kisebb műsorral készültek. Ott álltam, sárga főveny szőnyegből terítve, s tartott a mezőnek, amelyen a levágott sarjú rendek, mint könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszkötve feléjes, olyan, mintha égne, súlyna vére. Holnap lesz pontosan egy éve, hogy itt vagyok, és nekem nagyon tetszett az ünnepség, és már ez nem az első meglepetés, hanem a harmadik, mert volt karácsonyi ünnepség is, és volt farsangi ünnep is, nagyon kellemes, és nagyon jól éreztük magunkat. Még ha nem tudok menni, akkor is, és különben nagyon jó itt a légkör. Én jól érzem magam. Örülök, hogy itt lehetek. Itt már Bonyhádon is egyedül vagyok, gyerekeim egyik erre, másik arra, és én önként jöttem ide, mert tudtam azt, hogy itt jó helyen van, és az egyedül létet itt vigasztalást jelök. Az intézmény országos működési engedéllyel rendelkezik. Ennek ellenére az ellátottak többsége Tolna megyei, főleg bonyhádiak és Bonyhád környékiek, de a lakók negyede Baranya megyéből érkezett. Mindez betudható annak, hogy a fenntartó Szociál Nonprofit Kft.-nek kiterjedt ellátó rendszere van a két megyében. Lakóink jelenleg 44-en vannak, az ápolási részlegünk az az intézmény indulása óta teltházzal működik, tehát az önellátásra képtelen vagy nagy ápolási gondozási igénnyel bíró lakók száma igen magas, illetve az ő jelentkezésük is folyamatosan emelkedik, bár úlistánkon is ők szerepelnek nagyobb számban. Az intézményben 17-en dolgoznak, akik mindenkit mentálhigiénés és egészségügyi ellátásban is részesítenek. Az ünnepség végén egy református lelkész és egy katolikus pap is megáldotta a lakókat, ezután pedig a szépkorúak közösen elfogyasztották a jeles nap alkalmából készített tortát.
A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc gimnáziumának 11. osztályos tanulói látogatták ma meg a Pannon televízió stúdióját. A fiatalok betekintést nyerhettek televíziónk működésébe és az anyagszerkesztés rejtelmeibe. Pécsi középiskolásoknak tartott kedden rendhagyó médiaórát a Pannon televízió stábja. Kuti Gergely, a Pécsi Kör című műsor felelős szerkesztője, az anyagkészítés rejtelmeibe vezette be a fiatalokat. Azon belül is itt éppen a megfelelő interjúrész kiválasztását magyarázta. Meghallgatjuk, hogy ugye mit mond a Matyi bácsi, és kiválasztunk tőle egy interjú részletet, és a Kuti, amit teszem, azt berakjuk 0546-tól, egy 20 másodpercnyi, szóval ez egy értelmes 20 másodpercet, amiben ő is összefoglalja, hogy gyakorlatilag miről van szó. A munka kevésbé látványos része után a középiskolások átmentek a stúdióba, és kipróbálhatták, milyen például a legnézettebb műsorunkat, a Híradót vezetni. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Teljesen átélhettem az egész szerepet a híradózásban, és nagyon tetszett az, hogy mindent kipróbáltunk, teljesen átéltük az egész szerepet. A kezdeti szégyenlőség hamar feloldódott, mindenki kíváncsi volt, milyen is műsort vezetni. Azért jöttünk, hogy betekintést nyerjünk, hogy hogyan készülnek a híradóban leadott adások, és hát meg is kaptuk, amiért jöttünk, mert mindent elmagyaráztak, és még ki is próbálhattunk pár dolgot. A fiatalok a stúdió után azt is megnézték, hogy hogyan is áll össze egy anyag, vagy éppen az egész híradó. Nekik ez tananyag, tehát ők ezt tanulják, úgyhogy azért kértem meg, hogy eljöhessünk ide, és megnézzük, hogy hogyan működik valóságban az, amit én ott megpróbálok órán nagyjából előadni nekik. Gyakorlatilag egy tanóra anyagába össze lehet foglalni sűrűn. Nem túl izgalmas, talán izgalmasabb volna, hogyha egy egész napot el tudnának tölteni egy ilyen dologban, és saját maguk forgatnának iradós anyagokat, aztán megszkriptelnék, megvágnák, jobban belelátnának ebbe a dologba, talán izgalmasabb volna, de így 3-4 órában ennyit tudunk megmutatni, hogy stúdión belül hogyan működnek a dolgok. A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc gyakorló gimnáziumának, médiatagozatos tanulóinak most csak a fele tudott eljönni, így Kuti Gergely a jövő héten is folytatja az oktatást. Március 9-én és 10-én rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vidéki turisztikai kiállítását, Pécset. A 18. alkalommal megrendezésre kerülő tárlaton 71 kiállító, több ezer ajánlata lesz megtalálható egy helyen a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pécsi Utazás, Kiállítás és Vásár kiváló alkalom az utazni vágyók számára, hogy megismerjék az ország turisztikai kínálatát és felmérjék az utazási irodák belföldi és külföldi ajánlatait. Hivatalosan is bemutatták Ivasivka Mátyás legújabb könyvét a Művészetek és Irodalom házában. A Mezitláb vállalom, de gyalog nem, Anekdóták és viccek című kötet a tervezetnél egy évvel korábban jelent meg. Ahogy a cím is jelzi, egy anekdóta és viccgyűjteményről van szó. Ivasivka Mátyás több mint 50 éve gyűjtötte ezeket, és most a Pro Pannonia kiadó gondozásában meg is jelentek. A kötet nem csak, hogy izgalmas és vicces történeteket tartalmaz, de akár kiegészítőnként is szolgálhat a végzős gimnazisták történelmi tanulmányaihoz. Sok ifjúsági gyermekszáj, diák vicc és egyebek, de nagy részben például a viccek ugye a 20. század politikai kiválóságaihoz, mondok egy pár nevet, mit tudom, Csánó gróf, aztán mit tudom én, Horthy Miklós, 12. Pius pápa, később aztán ugye Brezsnyev, Sztálin, Rákosi, és sorolhat Kádár, sorolhatnám, hát nagyon hosszú ideig, hogy kikhez kapcsolódó, részben megtörtént, részben még egyszer mondom, ki agyalt anekdóták. Falopás miatt fogtak el egy kétújfalúi férfit a szigetvári rendőrkapitányság járőrei hétfőn. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított az Endrőci erdőből vágott ki és lopott el közel 100.000 forint értékben fát. A gyanúsított beismerő vallomást tett, a szigetvári rendőrkapitányság lopás miatt indított büntető eljárást vele szemben. Tóna és Somogy megye híreivel folytatjuk. A Kaposvárhoz közeli településen annyira elszaporodtak a betörések és a lopások, hogy stábunk nem is igazán talált olyan falubélit, aki ez legalább egyszer ne törtek volna be, vagy vitték volna el a tyúkjait. A képviselőtestület a kamerarendszer kiépítésével igyekszik segíteni az ügyek felderítését. Heti rendszerességgel lopják meg a somogysárdiakat saját otthonukban. Van olyan lakos, akinél már háromszor jártak a hívatlan vendégek. A garázsban vitték el fűrész, meg motorgép, azóta most lezártuk, mert kint a hegyen törtek be az idén tavasszal, mert mikor össze, akkor vitték el egy aggregátort, meg mindenfélét, meg a
tortartó, mivel pármátözőken vastortartó. A tolvajok leleményesek. A pincéket például a tetőn keresztül besurranva ürítik ki, meséli ez a férfi. Meg hát innen a szomszédból is. Például nekem van egy pincém kint a szőlőhegyen, ott megbontották a sindőt és bementek a tetőn. Tehát ilyenek, ez az enyém. Tehát kim volt a kapu, vagy a nagybajmi rendőrség is itt volt. A nagybajmi rendőrség ezt is rendezte meg, azokat is, ahol voltak. És meglettek, akik bementek az Nem lettek cím? Meg. Máli László szomszédjából kábeleket és fűrészgépet vittek el a tolvajok. Ráadásul a kábeleket úgy vágták szét, hogy azok még áram alatt voltak. A tettesek nem lettek, megmeséli a somogysárdi férfi. Tegnap gyűjök haza, akkor látom, hogy itt fönn vannak az oszlop a három ember. Azt kérdezem tőlük, hogy mit keresnek, azt mondja, hogy csinálják a kábel tévét, már arra másztább lelopták a vázéket. A vezetékeket úgy vágták le a tolvajok, hogy az ott parkoló busz tetejére felmásztak, és onnan karnyújtásnyi távolságba került a kábel, aminek jó ára van a fémpiacon. A sonkának és a tyúkoknak is lábakél az egyedül élő idősek életét teljesen ellehetetlenítik a bűnözők, amit már a képviselőtestület sem nézhetett tétlenül. Volt a melléképületbe betörés, volt már olyan, hogy valakinek a házába is törtek be, aztán a kertekből, amikor érett a termés, azt is elég sokan megdizsmálták, és a képviselőtestületünk nem igazán volt megelégedve a rendőrség hatékonyságával, ezért segítségnyújtásképp arra gondoltunk, hogyha bekameráznánk a települést, azzal önnekik is segítséget tudnánk nyújtani. Hiszen az így összegyűjtött információk akár egy tolvaj vagy tolvajbanda lefülelésére is használhatóak. Somogysárdon 8 kamera figyeli a közterületeket, amelyek még éjszaka is kiszúrják a lopott holmikkal felpakolt tolvajokat, így egy konkrét bűncselekmény esetén könnyen visszakereshető a tettes vagy tettesek. Az adóalanyok száma nem változott az előző évhez képest, de 2012-ben 33%-kal nőtt a személyi jövedelemadót befizetők aránya, 115 ezer somogyi adózó nyújtott be bevallást. A somogyiak összesen 81 milliárd forint adót fizettek be, derült ki a NAV évértékelő tájékoztatójából. Nem csak a magyarok leleményesek, ha adóeltitkolásról van szó, hangzott el a Nemzeti Adó és Vámhivatal évértékelőjén. A pénzügyőrök számos ellenőrzést végeztek az M7-es autópályán, ahol elsősorban a hazánkon átutazó külföldi vendégmunkások járműveiben találtak egyebek mellett zárjegy nélküli cigarettát. A gyárüregektől elkezdve a maguk által fabrikált dolgokon keresztül mindenhova el tudják rejteni a dohányárut. Talán kiemelném azt, hogy képesek zsugorfóliázott sörös üvegekbe, sörös dobozokban elrejteni, de mondhatnám azt, hogy liszt között is már, tehát egy kilós liszt kiszerelésben is találtunk dohányárut. De arra is volt példa, hogy vadrácsba, vagy éppen a küszöb belsejébe dugták el a csempész cigarettát. Ez utóbbi eset egy ukrán kis buszas, annak utasaival történt meg, akik a tettenérésen annyira feldühödtek, hogy mind az asszony, mind a férj rátámadt a pénzügyőrre. Ilyenkor hivatalos személy elleni erőszak miatt is eljárás indul az adófizetés alól kibújókkal szemben, mondta Domokos Ferenc. 2012-ben több adót fizettek a somogyiak, de a társasági adó bevétel csökkent, ugyanis nőtt a felszámolás alatt álló cégek száma. 2012-ben számos rendezvényen jelen voltak a revizorok, és többféle szolgáltatónál végeztek próbavásárlást. Egy lópatkolást rendeltek meg a kollégák, ami kapcsán még magunkat is meglepett, hogy kaptak nyugtát, tehát nem csak nyugtaadás elmulasztása, hanem pozitív esetekről is be tudtunk számolni. Több százezer forint értékű fűrészgépet vásároltak, ahol a boltos lepődött meg leginkább, hogy ilyen termékre történt próbavásárlás. Ezen kívül tetoválást készítettek, ahol viszont nem kaptak nyugtát. 1782 esetben ellenőrizték, hogy a vállalkozók adnak-e számlát vagy nyugtát. 265 esetben mulasztást észleltek a revizorok. Az idei évben még nagyobb hangsúlyt fektetnek a revizorok a kockázatos kapcsolatok feltárására, így szüntetnék meg például a körbeszámlázásokat. Új feladat lesz a pénztárgépek online ellenőrzése és a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó fordított adózás tovább szélesítése. Ez május 1-től ugyanis a sertéságazat szereplőire is vonatkozik, hangzott el az évértékelőn. Az idei évben adóellenőrökre számíthatnak az internetes áruházak, valamint a biztonsági, magánnyomozói tevékenységet folytatók is. A vadászidény végeztével március elejével megkezdődött az agancshullatás időszaka. Ilyenkor sok gyűjtő járja az erdőket, agancs után kutatva, ami zavarja a vadak nyugalmát és még veszélyes is lehet. Tolna megyében a Gemenci erdőben már az erdőlátogatási tilalmat is elrendelték, hogy senki ne zavarhassa az állatokat. Itt látszik egy őzek által használt váltó,
Vadváltót mutat a Faddi erdőben a vadász. Erre jár a szarvas, és itt lehet megtalálni az elhullajtott agancsot is. A vadász idény véget ért, ilyenkor sokan gyűjtik, hogy felvásárlóknak eladják. Ez tilos, mert zavarja az állatokat. Számtalan illegális agancskereső a vadváltóján éjszaka a fejledlámpával járja végig a területet, és nem hagyja nyugton a pihenőhelyen, a táplálkozási helyén az állatokat. Emiatt a Gemenci erdőben már elrendelték az egyhónapos erdőlátogatási tilalmat. Itt a fák között találtam ezt a gyönyörű szép példát. Ez a vadász is talált már agancsot. A kezében látható 3 kg-os darab legalább 25 ezer forintot ér. Szerinte az akár 100 ezer forint értékű agancsok vonzák az illegálisan gyűjtőket, pedig ilyenkor veszélyes is lehet az erdőt járni. Köztudottan, hogy már a vaddisznók elkezdtek malacozni, és ilyenkor, ha valaki felkelti a kocát, az ember az életveszélyes lehet. Tolna megyében már előfordult ilyen vadbaleset. Egy vaddisznó öklelt fel egy vadőrt, aki súlyosan megsérült. Az időjárás előtt főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Spórolni kell, nem sarcolni. Aláírásokat gyűjt az ingatlanadó ellen az MSZP. Már csak tranzitország hazánk, díj a magyar nyelvű orvosképzésért. Versek és torta is volt, ünnepelték a szépkorúak Bonyhádon. Szinte mindent kipróbáltak, gimnazista diákok jártak a Pannon televízióban. Szerdán délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, legfeljebb az esti órákban lehet északon jelentéktelen eső. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli szél. Tovább melegszik az idő, délután 10 és 16 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Ennyi volt már a híradó, köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!